Köszöntöm nézőinket, ismét egy ismerős arc a stúdióban, dr. Horváth Kálmánt köszöntöm szeretettel. A jogi területről ismerjük Kálmánt, de én azt hiszem, hogy ez csak egy szegmens, van a közéletnek egyéb más része is, ahonnan ismerős lehetsz, és akkor még nem beszélek a családról sem, hiszen azt hiszem, hogy az a hitvallás, mondhatom így, amit ti kedves feleségeddel, Madarasi Ágival képviseltek, gondolok itt akár a dévai misszióra, az már én nagyon-nagyon remélem, hogy akár így a televízión keresztül is sokak számára ismert. Kálmán, ennek a műsornak az a lényege, hogy egy kicsit azt az embert, akit mi mindig látunk, aki jön és tesz, és hát végzi a mindennapi dolgát, megismerjük. Megtudjuk, hogy ki is ő valójában. Én például nem tudom rólad, hogy te egyáltalán itt Szekszárdon születtél-e, vagy úgy kerültél Szekszárdra, és azt sem tudom, hogy hol töltötted, és miként töltötted a gyerekkorodat, de remélem, hogy mindezt megosztod velünk. Természetesen. Én Szekszárdon születtem 1958-ban, és mondhatnám azt is, hogy az egész életemet itt éltem le, eltekintve attól, hogy egy évig voltam katona, akkor Kalocsán szolgáltam, illetve hát a jogi egyetemet, Pécset végeztem. Gimnáziumban itt jártam Szekszárdon, a Garaiba, úgyhogy aki ismer, az mindenki tudja, hogy én szekszárdi vagyok, meg szekszárdi a lelkem is. Akkor ez lehet, hogy az én hibám volt, de ebből is látszik, hogy sokszor nem nézünk a dolgok mögé. Ne szaladjunk annyira előre, ugye itt már a gimnáziumot említetted, de a korábbi évekre hogyan emlékszel? Milyen volt az az igazi értelembe vett gyerekkor? Milyen családi környezet vett téged körül egyáltalán? Hogyan indultál el? A szekszárdi dombvidéknek a szélén laktunk, kisgyerekkoromba, azon a vidéken jártam óvodába, én nagyon szerettem azon a környéken élni. Akkor még ott nem voltak lakótelepek, az Aliszka lakótelep még nem létezett, a Béri Balog utcában laktam szüleimmel. 14 éves koromig minden szúdikot ismertünk, minden szőlőt, minden cseresznyefát, elég sokat játszottunk, katonásdit, meg hasonlót, ami abban az időben divat volt, bár gondolom, hogy ez most is divat a fiúgyerekek körében. Nem tudom, végülis én a gyerekkoromra úgy emlékszem, hogy ez egy felhőtlen, boldog gyerekkor volt. Szerettek óvodába járni például, általános iskolába. Nem mondom, hogy eminens tanuló voltam, de végül is talán a tanáraim is úgy emlékeznek vissza rám, hogy egy ilyen pedálgép voltam, bár nem olyan értelemben, hogy mindenből megpróbáltam eminens lenni, mert azért a korlátaimra egy idő után rájöttem, de minden esetre én iskolába például nagyon szerettem járni, gimnáziumba is szerettem járni. 14 éves vagy 15 éves koromban költöztünk a Herman Otto lakótelepre, ott sem voltak végül is a Herman Otto lakótelepen kívül még más házak, úgyhogy azt a vidéket is jól ismertem, bár akkor már azért nem voltam olyan eszetlen, mint kisebb koromban, de a mai lakóhelyemre jártunk például kirándulni, mert egyes ismerőseim azt mondták, hogy az olyan messze van, hogy oda csak a rókák jártak. Én azt mondhatom így összefoglalva, hogy jól éreztem magam a gyerekkori bőrömbe, nagyobb disznóságokat, tökéletlenségeket nem csináltam, általában azért ezen a magatartási téren ilyen átlagos gyerek voltam, megpróbáltam eleget tenni, vagy az elvárásoknak, a szüleim elvárásainak, és főleg a gimnáziumban a tanáraim elvárásainak. A gimnáziumot sokat emlegeted, ez meghatározó 4 év volt az életedben? Igen. Azt hiszem, hogy akinek sikerélményei vannak a tanulásban, meg aztán azt a egyetemet vagy főiskolát el tudja azonnal érni azt az eredményt, ahova ő szeretett volna menni, az inkább szívesen emlékszik vissza erre az időszakra. Legtöbb ismerősöm egyébként azt mondja, hogy aki járt gimnáziumban, hogy életének talán függetlenül attól, hogy ez a legtanulósabb időszak annak, aki mondjuk értelmiségi pályára kerül, de mégiscsak ez a legfelhőtlenebb része. Tehát itt szövődnek olyan barátságok, amikre az ember nagyon szívesen emlékszik, és ápolja is őket azóta is. Itt szövődnek az első szerelmek.
Tehát én úgy gondolom, hogy az embernek, az ifjú korának ez egy olyan része, amit azért, mert fiatal is, azért, mert tán sikerélményei is vannak, azért, mert sok kedves emberrel tud abba az időben megismerkedni, és talán akkor még nyitottabb ezekre az érzelmi jellegű kapcsolatokra. Tehát emiatt én úgy gondolom, hogy ez az embernek egy kedves időszaka. Az más kérdés, hogy talán ennyi időskorban, mint ahány éves én vagyok most, már több dolgot máshogy lát, mint akkor, meg esetleg máshogy csinálna, bár én úgy gondolom, hogy én azért abban az időszakomban nem hibáztam sem másokkal, sem magammal szemben, de én úgy azt hiszem, hogy nekem az egy sikerekben gazdag, kellemes 4 év volt. A tanulás adta elsősorban, ugye én azt gondolom, a sikereket. A jogi pálya természetesen már mutatja az irányvonalat, tehát kérdezem én, hogy mindig is ez volt a humánabb oldal, volt a te területed, vagy érdekelt minden más, sikereid voltak mondjuk akár a sokak által mumusként emlegetett matematikában is? Hát sajnos abban nem voltak sikereim. Azt hiszem, hogy ha valamit ma máshogy csinálnék, az többek között a matematika rejtelmeinek a megismerése lenne, mert azáltal, hogy én 10 éves koromnak az elején elkönyveltem magamról azt, hogy nekem mondjuk nem megy a matematika, vagy abban az időben, hát az általános iskolában még számtalan volt, ez úgy azt hiszem, hogy végig kísért az életemnek azt a szakaszát, amikor ezzel foglalkozott az ember, és én nagyon sajnálom, hogy a reál tantárgyakba nem sikerült sokkal jobban elmélyülnöm, bár azt hozzátenném, hogy abban az időben, amikor én gimnáziumban jártam, nem akarok sokat erről beszélni már, akkor gimnáziumban jártam, a felvételi rendszer olyan volt, hogy harmadik osztálytól kezdve az ember eldöntötte azt, hogy milyen pályára szeretne menni, és hát akkor már csak azt a 2 vagy 3 tantárgyat tanulta, ami pontvívő tantárgynak számított. Egyébként én nem akkor döntöttem el, hogy jogi egyetemre szeretnék menni, én már a gimnáziumba is úgy mentem, hogy vagy bölcsész egyetemre szerettem volna tovább lépni történelem és magyar szakon. Tehát ezt beláttam egy idő után, hogy az azért kicsit nehezebb lenne, mint a jogi egyetemre bejutni, hiszen ott azért lényegesen többet kellett tudni, mint a jogi egyetemi felvételihez. És aztán tulajdonképpen a gimnáziumot azt úgy jártam végig, hogy céltudatosan arra készültem, hogy fölvegyenek a jogi egyetemre. Ez olyan mértékben sikerült is, hogy elsőre felvettek, illetve a gimnáziumból sikerült vinnem a maximum pontot, tehát viszonylag könnyedén bejutottam a Pécsi Jogi Egyetemre. Egyetemi évek. Hát azt hiszem, hogy sokunk számára a főiskola, az egyetem az, ami, hát mondhatni, az egyik legszebb időszak, a leggondtalanabb. Hogyan emlékszel erre az időszakra, vagy egyáltalán mit adtak az egyetemi évek akkor, azt, hogy te, ahogy mondod, szíved, lelked, szexárdély, akkor 4 évet mondjuk nem olyan vészesen messze, de mégiscsak egy nagyobb városban töltöttél? Hát ez egy érdekes történet, mert én nem igazán emlékszem vissza jó szívvel az egyetemi éveimre. Egy kicsit ilyen tudathasadásos állapotba kerültem. A gimnáziumi éveknél utaltam már arra, hogy az embernek ott bizonyos érzelmi kapcsolatai szövődnek, meg szerelmek alakulnak ki. Én a gimnázium végén kerültem olyan közelebbi kapcsolatba az első feleségemmel, ami életemnek utána egy hosszú szakaszán meghatározó volt, és én ezért érzem úgy, és mondom azt, hogy én igazándiból nem voltam egyetemista, mert engem a szívem abban az időben hazahúzott, és elég gyakran voltam itthon szexádon. Harmad-negyed évtől kezdve meg már családapává váltam, megszületett 80-ban a idősebbik fiam Balázs, úgyhogy én az egyetemen egy idő után már kevesebb időt töltöttem, mint itthon
részben hát itt volt a családom, részben itt volt a fiam, úgyhogy nekem azért itt már kötelezettségeim voltak, én nem tehettem azt meg, hogy felelőtlenül szórakozzak mondjuk Pécsen, miközben a feleségem küszködik a nagyobbik fiunkkal, aki egyébként egy jó kis gyerek volt, és nem volt vele sok probléma, de hát azért mégiscsak egy hasonlóan fiatal mamának, mint amilyen én akkor voltam, elég komoly feladatot jelentett, már csak azért is, mert akkor ő is főiskolára járt itt Szekszárdon. Hát akkor ez tényleg nagy kihívás volt ez az életszakasz, és akkor azt hiszem, hogy az már nem is lehetett kérdés, hogy az egyetem után vissza Szekszárdra, és tulajdonképpen itt kialakítani mindazt, ami majd később az egzisztencia karrier alapja lehet. Igen, hát amikor én befejeztem az egyetemet 1982-ben, akkor azért egész más idők jártak, főleg a jogi egyetemet végzettekre, bár most sem szeretnék azoknak a bőrében lenni, akik most végeznek, mert az a hír járja, hogy nagyon nagy a túlképzés, nem csak abban a három egyetemi városban képeznek jogászokat, ahol abban az időben, amikor én jártam egyetemre, képeztek, hanem azt hiszem, hogy most már boldog-boldogtalan képzi a jogászokat, és ehhez képest én szerintem meglehetősen felelőtlen ez a dolog, hiszen még mindig nagy presztízse van a jogászi szakmának és a pályának, és nagyon sokan választják ezt, vagy próbálják meg hivatásuknak választani. Ugyanakkor azonban elhelyezkedési gondok vannak. Na most abban az időben, amikor én végeztem 1982-ben, akkor talán annyiból volt jobb a helyzet, hogy aki akkor befejezte a tanulmányait, azért ha nem is ahhoz az álláshoz tudott hozzájutni, amihez szeretett volna, de minden esetre nagyon kevés olyan jogvégzett ember volt, aki ha máshol nem, de vállalati vagy szövetkezeti jogászként, vagy esetleg a közigazgatásban ne tudjon elhelyezkedni. Nekem szerencsém volt, családi kapcsolatok révén azonnal sikerült ügyvédjelöltként elhelyezkednem. Ezt, ha utólag így visszagondolok, ez nem biztos, hogy túlzottan becsületes dolog volt, hiszen az ügyvédi karba bejutni tényleg nagyon nehezen lehetett. Most ebben nem akarok mélyebben belemenni, de az ügyvédek akkor a társadalomnak egy olyan köréhez tartoztak, akiket részben megpróbáltak ellenőrizni, de mindenképpen figyelték, hogy hányan, hogyan lesznek ügyvédek, és nagyon szigorúan megszabott létszáma volt az ügyvédi karnak, amit bizonyos mértékig szerencsésnek tartok, mert én úgy gondolom, hogy nem parttalan az a lehetőség, hogy mindenki ügyvéddé váljon, amikor elvégzi az egyetemet, hiszen hatalmas nagy konkurenciaharc alakulhat ki, vagy létezik most például a jogszolgáltatási piacon. Ez egy bizonyos vonatkozásban akkor ilyen értelemben szerencsés volt az, hogy valaki elhatározta kisgyerek korában, hogy ügyvéd szeretne lenni, és nem lehetett, az viszont én szerintem azért nem volt teljesen korrekt eljárás. Minden esetre nekem ilyen értelemben jól alakult a sorsom, mert én azonnal ügyvédjelölt lehettem, és a viszonylag legrövidebb időn belül meg is csináltam a szükséges szakvizsgákat ahhoz, hogy 1984 végén ügyvéd lehessek Szekszárdon. És ez azóta is töretlenül tart. Azóta is így van, igen. Meg bízom benne, hogy amíg nem válok alkalmatlanná egészségi értelemben ügyvédnek, ez így is marad. Kálmán, itt most mindvégig mondhatnám így, a száraz jogszabályok mentén maradva a jogi pályáról beszélgettünk, arról, hogy hát időd nagy részét a tanulás majd a család jelentette, de akár mi kezdődött el akkor hobbiként, bármilyen szabadidős tevékenységként, ami érezted, hogy szívedhez közel áll, kikapcsol, és ami még ma is jelenti a pihenést? Hát erre azt tudnám mondani, hogy a szó klasszikus értelmében vett hobbim nincsen. Én megjelent egy könyv szexádiakról
polgármesteri hivatal adtak, és ott is feltették ezt a kérdést, hogy mi a kedvenc hobbija, illetve mi a kedvenc időtöltése, és én ott is azt válaszoltam, hogy minden olyan dolgot szeretek csinálni, ami szívet, lelked gyönyörködtető, vagy esetleg hozzásegít ahhoz, hogy kikapcsolódjon az ember. Nagyon szeretek például Erdélybe utazni. Ez az utóbbi évek terméke, ez durván 5 év óta járunk Erdélybe, illetve rosszul mondtam, szeretek járni Székelyföldre. Erdélybe is szeretek járni, de igazán valami engem lelkileg feldob az például az, hogy elmehetek Székelyföldre. Elég sok barátom tudja azt, hogy 3-4 hónap elteltével, hogyha nem tudok elmenni, akkor már honvágyam van, és akkor addig-addig mesterkedek, hogy valamilyen indokkal, de menjünk el. De most lehet, hogy ez egy kicsit furcsán hangzik, hogy én mániákusan ragaszkodom ahhoz, hogy Székelyföldre utazhassak. Végül is szeretek utazni, barátokkal szeretek utazni, szeretek sétálni, szeretek a kutyáinkkal játszani. Nem tudom, az az igazság, hogy olyan mániám nincsen például, hogy rendszeresen elmegyek például kerékpározni, és széthajtom a szervezetemet, mert én most azt eldöntöttem, hogy nekem most muszáj letekernem 150 kilométert ezen a héten, mert akkor nem vagyok normális ember. Általában nem ragaszkodok annyira dolgokhoz, hogy mániákusan csináljam. Nagyjából ezt tudnám erre mondani, hogy... Ami jön is, amiben jól érzed magad. Mondjuk belekeveredünk a család révén, vagy lehet, hogy a hét elején még nem is tudom azt, hogy most például a barátokkal fogunk hétvégén egy jót főzőcskézni, és akkor megkóstoljuk a finom szekszárdi borokat mindig valaki máshoz, valamilyen kellemes, ő általa jónak talált szekszárdi borásztól egy nagyon jó évjáratot, és akkor elbeszélgetünk, főzőcskézünk, és megiszogatjuk azokat a finom szekszárdi borokat, amiket hozna. Kálmán, itt a magánéletet már érintettük, de én azt hiszem, hogy tulajdonképpen nem szabadna nem beszélnünk róla, hiszen mindenki tudja, hogy időközben történt egy úgymond váltás, a szabad így fogalmaznom, átalakult a magánélet, és hát szerintem itt Szekszáron nagyon-nagyon kevesen vannak, akik ne ismernék a te feleségedet, Madarasi Ágit. Igen, hát az Ágival... 1990-ben ismerkedtünk meg. Én voltam az az egyetlen ember a tanítványai közül, aki feleségül vett, tehát nyilván nem is tehetnék meg, vagy bízom benne, hogy mások ezt nem próbálják meg. Tehát a mi kapcsolatunk a nyelvtanulásból egy viszonylag hosszú idő után oda fajult, ez nem jó szó, tehát oda vezetett, hogy mélyebb kapcsolat alakult ki közöttünk. Hát végülis mind a kettőnknek volt már egy előző házassága, ami, hát mondhatnám azt, hogy erre az időszakra olyan krízisbe került, hogy nem volt más megoldás, mind a ketten elváltunk. És hát 1994 óta élünk együtt, neveljük a Áginak a két csodálatosan szép kislányát, nevelgetnénk, de hát távolabb élnek az én fiaim Budapesten, de minden esetre elég jó kapcsolatban vagyok a fiaimmal. Ami viszont igaz, és ez tagadhatatlan az Ágival valóban, azt hiszem, hogy mi Szekszárdon egy olyan párost alkotunk, akit mindenki ismer. Bízom arra abban, hogy a jó oldalunkról. Én a magam részéről azt mondhatnám, hogy az Ágival való megismerkedésem egy sor olyan dolgot hozott ki belőlem, ami lehet, hogy persze szunnyadt bennem, de valójában ezeket a tulajdonságaimat én akkor nem éltem ki, vagy nem hasznosítottam. Többek között ő volt az, aki elvitt engem Erdélybe, aztán elkezdtük azt a humanitárius tevékenységet, amit azt hiszem, hogy inkább ilyen kölcsönhatásszerűen
hatottunk egymással, hogy ezt viszont nekünk muszáj csinálnunk. Részben azért, mert elkötelezettséget érzünk a szegények, az elesettek, és főleg az Erdélyben élő elesett és szegény sorsú emberek iránt, nem csak a gyerekek iránt, hanem a felnőttek iránt, és ezt most csak zárójelben jegyezném meg, hogy én például olyan erdélyeket jogi tanácsokkal látok el, akik áttelepülnek Magyarországra, és megpróbálok nekik abban segíteni, hogy a letelepedésük és a gyökeretéresztésük itt Szekszárdon azért, vagy Szekszárd környékén, ha nem is minden konfliktustól mentes, de legalább könnyebbé váljon. És hát végső soron tulajdonképpen a közéletben is együtt veszünk részt. Nekünk mondjuk annyiból szerencsésebb a helyzetünk, hogy mi ezeket a dolgokat otthon meg tudjuk beszélni, és el tudjuk azt dönteni, hogy mondjuk annak a társaságnak, vagy annak a csoportnak az érdekében, amit mi szeretnénk csinálni, a szerencsés vagy szerencsétlen. Én úgy gondolom, hogy mindig sikerült azt az utat megtalálni, ami a legoptimálisabb annak érdekében, hogy ne konfrontálódjunk másokkal, ha egy mód van rá, és hát tudjunk segíteni azoknak, akik ezt megérdemlik, akik tőlünk ezt elvárják, vagy akik erre rászorulnak. Tulajdonképpen itt amit elmondtál, abból már kitűnik, hogy ez a közéletben való szereplés, a segítés vezethetett oda, és hát tulajdonképpen eredményezheti azt, hogy ugye a polgári körök egyik szervezőjeként már többször nyilatkoztál nekünk is, és tulajdonképpen most egyre inkább e téren is megismernek téged. Mindebből, amit mondtál, mondom még egyszer, kitűnik azt, hogy hát az ember előbb-utóbb, ha közéletben szerepet vállal, segíteni szeretne, érdekeket képvisel, stb. Valahogy azért oda téved a politika területére, és akkor mindenki maga eldönti, hogy csak politizálok, háttérben maradok, előtérbe kerülök, nagyobb szerepet vállalok. Ezzel te hogy vagy? Én úgy gondolom, hogy, és most csak a magam nevében mondhatom, én nem vagyok egy politikus személyiség, vagy nem vagyok egy politikus ajkat, inkább ez a helyes megfogalmazás. Érdekel a politika, hiszen részben a szakmámnál fogva, részben a műveltségemnél fogva, meg hát ezek után az érdeklődésem is oda vezetett, hogy ebbe a dologba nekem valamilyen szinten részt kell vennem. Azt gondolom, hogy jelenleg Magyarországon olyan helyzet alakult ki, hogy az embereket, az átlag embert is érdekli ez a dolog, érdekli a politika. Ugyanakkor azonban nagyon sok téveszme is kering ezzel kapcsolatban, illetve hát azt mondhatnám, hogy az emberek jó részének azért szüksége van olyan emberekre, vagy olyan társaságra, akik megpróbálják őket valamilyen módon úgy segíteni, hogy könnyebb legyen ez az eligazodás, és ugyanakkor nem szeretnének pártagok lenni. Tulajdonképpen a polgári körök létrejöttét is több minden mellett, de ez is kiváltotta. Most ugyan nem kérdezted tőlem, de azért megjegyezném, hogy a szekszárdi polgári körök nem elsősorban egy rohamcsapat, sőt nem vagyunk rohamcsapat. Ez egy több polgári körből álló baráti társaság. Azt látható, hogy az 90-es éveket megelőző 40 évben a régi értelemben vett polgári civil szervezeteket teljesen ledarálták, nem voltak ilyenek, ugyanakkor az embereknek ez iránt van igénye. Na most sokan arra nem alkalmasak és nem képesek és nem is szeretnének mondjuk szervezett keretek között a társasági életbe részt venni, most szándékosan mondom, hogy társasági élet, ugyanis mi a polgári körökben nem csak politizálunk. Én nem mondom azt, hogy nem szoktunk politikáról beszélni, de igazán azt érzem és azt gondolom, hogy a polgári körök Szekszárdon egy hiánypótló szerepet tölt be. Értem ezen azt, hogy
Olyan előadásokat szervezünk például, és itt most nem a médiákból ismert személyiségekre gondolok, szándékosan nem szeretnék neveket mondani. Ővelük könnyű előadást szervezni, mert apró betűvel kiírom azt, hogy szeretném, meghívtunk XY-t, akkor csőstől jönnek az emberek. Tehát itt olyan jellegű előadásokra gondolok, ami kifejezetten ismeretterjesztő. Ezen nem szoktunk mondjuk 250-en részt venni, ezen vagyunk mondjuk 60-an, és megemlékezünk mondjuk október 23-áról, vagy megemlékezünk Trianonról. Félelmetes, hogy például a Trianon előzményeiről, vagy magáról a trianoni békeszerződésről mennyire tájékozatlanok vagyunk, vagy vagyok én is, vagy voltam én is. Tehát például tartottunk ilyen előadást, komoly, szép előadás volt, jó előadóval, és utána elsétáltunk, és megkoszorúztuk az 56-os emlékművet, vagy az első világháborús emlékművet. De ugyanilyen dolognak tartom például azt is, hogy múzeumlátogatásokat szervezünk. Tehát ez egy értelmiségi kör, mondhatom azt. Fogékonyan a kultúra, igen, számos területe, a társadalom. Nem mondanám azt, hogy csak értelmiségiek vannak ebben a baráti társaságnak, mondanám inkább. Sok mindenki. Vannak olyanok, akik egy darabig jártak, akkor most nem jönnek. Újak jönnek. Tehát itt nincs kötött tagság, itt egyszerűen vannak olyan programok havonta, amit mi megpróbálunk úgy kitalálni, hogy az embereket ezzel meg lehessen szólítani. Tehát gyakorlatilag valóban egy ilyen kulturális szerepet is próbálunk betölteni. Aztán persze vannak olyan események, amikor oda kell, hogy menjünk 10 000-en, és akkor ott vagyunk 10 000-en. Letelt az időnk tulajdonképpen, én egyetlen egy kérdést szeretnék még feltenni. Itt ül szemben valaki, velem szemben valaki, aki egy halálnyugodt ember, ezt így lehet érezni, egy megfontolt, céltudatosnak látom. Mögötte kiegyensúlyozott családi háttérrel, kiegyensúlyozott szakmai háttérrel, tulajdonképpen egy olyan alkat, aki nagyon sok mindenki szeretne elérni. Sokan szeretnének szerintem így működni az életben, nyugodtan, megfontoltan, és hát mögöttem minden rendben van. Mit tanácsolsz nekik? Hát azt hiszem, hogy ez ilyen születési előny, hogy ilyen nyugodtnak látszó vagyok, én sem vagyok mindig azért nyugodt. Azt tanácsolom, hogy próbáljanak maguknak találni egy olyan célt, amiért érdemes dolgozni, és próbáljanak maguknak egy olyan lelki hátteret kialakítani, amit én úgy gondolok, hogy nekem most folyamatban van. Én úgy érzem, most ez egy kicsit patetikusan fog hangzani, és ilyenekről nem beszéltünk, én úgy érzem, hogy egy idő után sikerült a Jóistennel olyan kapcsolatba kerülnöm, ami segíti azokat a dolgokat, amit én szeretnék elérni, és úgy gondolom, hogy most tartok ott lelkileg életem során, amit szerettem volna, ha nem is tudatosan, de szerettem volna elérni, hogy ilyen lelki békében tudjak élni, még akkor is, ha egyébként konfliktus helyzetekbe keveredek, hiszen ez mindenkivel előfordul, de én úgy gondolom, hogy ezeket viszonylag gyorsan és jól meg tudom oldani. Találjuk meg tehát az utat. Igen. Köszönöm szépen a beszélgetést, a nézőknek a figyelmet köszönöm, megtartsanak velünk a legközelebb is, viszontlátásra.